Na csácsom, mi csőt ez a csokolád és traktorkerék! Szavaztok, papikáim, kiperjelentkezők a következő Mad Max gameplay-je! Igen, a szemfülesek már észrevehették, hogy itt történt valami, csoda nullára levittem a Jeets territoryt. Az igazából annyit jelentett, gameplay-en kívül csináltam meg, hogy ugye kettő darab, összesen kettő darab ilyen mainfield, mi az? Minek nevezik azt? Aknamező, amit így el kellett gyakorlatilag, meg kellett keresnem, ugye az gameplayen kívül megkerestem, mert ilyen órákon keresztül így kutattam, kerestem, és ezen kívül még annyit csináltam, hogy a Jeets territory, vagy Jeets-es erődünkhez keresgéltem ilyen cuccokat. Az azt jelenti, hogy ugye fejlesztettem a bázist, ugye itt fönt vannak különböző dolgok, amiket ugye fejleszteni lehet, így ki lehet fejleszteni különböző cuccokat. Mondjuk még azt hiszem, hogy mindig, és iszonyatosan sokan lettek gyerekek. Nem tudom, nem gondoltam, hogy ez lesz itt az hogy ezt fogja eredményezni. Gyakorlatilag megcsináltam ezt. Lett egy ilyen olajkutunk. Lett egy ilyenünk. Maggot Farm, vagy micsoda. Meg azt hiszem, hogy lett egy ilyenünk. És most, ami még vissza van, az ha jól sejtem, akkor ez. És ezt meg is trekeljük a mapon, hogy hol vannak ezek a cuccok, és ez ha jól sejtem, ez az utolsó, amit tudok fejleszteni ezen a kempen, és akkor maximálisra fel fog nőni. Ja nem, itt is van egy water storage. Én arra gondoltam, hogy ezt a kettőt így megcsináljuk egyedül, és megnézzük, mi van akkor, hogyha fullos gyakorlatilag a kemp. Nézzétek meg, iszonyatosan sokan vannak, nem tudom, gondolom egyre jobb ugye az erőt. Egyre összkomfortosabb, és egyre többen vannak. Nézzétek, ilyen bungalók épülnek meg minden. Ez... Na, menjünk ki. Ja, meg elköltöttem egy kis scrapet, új kereket köttem. Ennyi történt. Gameplay-en kívül semmi más egyébként. Nem foglaltam campet, nem csináltam semmi más. Na, azt akartam mondani, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen jellegű és ilyen mértékű változás fog történni attól, hogy én fejlesztem a campet. És ez baromi jó, gyerekek, mert tényleg... Belegondoltok, még erre is figyeltek a készítők, hogy gyakorlatilag nő a népesség, meg minden. Úgyhogy akkor csináljuk. Elvileg most azt értem el, ugye van valami armorim, meg ilyesmi, hogyha bemegyek a kempbe, akkor például fura nő a HP-m, a sörétem, az üzemanyagom, meg minden ilyesmi gyakorlatilag. Úgyhogy ezért érdemes ezeket fejleszteni. Most már csak akkor gyakorlatilag a water storage, meg egy olyan lehetőség van hátra, ami azt eredményezi, hogy ezután, hogyha egy járművet itt kapok, akármi összetöröm, akkor ők összeszedik belőle a cuccot. Tehát nekem nem kell, hanem gyakorlatilag amit én itt szétverek, az minden így gyűlik. Olyan, mintha utána jönnének, és akkor szednék a scrapet, tudjátok, na. Az igen, kicsit megrobbant a dolog. Arra nem számítottunk morra. Na, megyünk, aztán akkor megcsináljuk ezt a két dolgot is. Ugye már csinálhatnám tovább a story mission, de gondoltam, hogy akkor itt a Jeets territory, ugye ez még eléggé el volt hanyagolva. Akkor csináljunk rajta valamit. Egyébként tényleg ahhoz, hogy nullára tudtam vinni, ahhoz nem kellett semmi más csinálnom, csak kettő darab aknamezőt kellett hatástalanítanom. Hát ez tovább tartott megkeresni ilyeneket, tudjátok, azokat nem jelöl a térkép, ugye hiába mész fel a... Minek nem az igazta van, amit. Na és akkor csináljuk ezt meg gyorsan. Igazából jó izmos karakterünk van már itt a Jeets-ekhez képest. Azt akartam mondani, hogy milyen jók vagyunk. De mi ez a sok ember? Na jó van. Na jó van, kicsit koncentráljunk. Ez mi volt ez a hang? Ezek nem képbeleni gyerekek. Jó, ezt
Valakba rúgom, mert kezdem unni. Néma, a gyerekek földhöz vágott egy tornádó, hát komolyan mondom, itt cigánykereket itt vetem be, azért normális vagy? Dobtam egy cigánykereket, itt ez röhely. Hát ez egy nagyon érdekes volt. Na jó, nézzük, hogy hol van. Igazából semmi nagyon nem érdekel. Jó, a víz az érdekel. Ja, és a víz, azt a víz storage-et is, hogyha föltöltöm, akkor utána, hogyha visszajövök ide Jeep Strongholdba, akkor ugye föl fog töltődni automatikusan. Úgyhogy ez is egy nagyon jó, hasznos dolog lesz. Gondoltam, egy kicsit így menjünk rá ezekre az elmaradt dolgokra, hogy nem, hogy azt mondjátok, hogy nem 100%-t tolom ki az egész játékot. De le kell menni, jó van. Mi ez? Ennyi volt? Lol. Simán azt hittem, hogy itt valami föld alatti bungaló van. Várjátok, itt kellene lennie nekem. Nem, nem. De ide jelölte az. Most meg már meg vagyok lőve, hogy... Én cseszek el valamit? Nem, itt lesz. Gyerekek, várjál, itt valami nem stimmel. Pedig itt jelöli. Valahol itt jelöli. Mégis van valami földet, nem láttam én semmit. Nézzük már körül, körbe, semmi. Gyerekek, itt valami nem stimmel. Itt kéne lennie egy darab. Izének. Ládának. Van valami föld alatti cucc még itt? Aha, van. Jaj, de hallod, nehogy már egyszerűen találd meg, érted? Jó. Első része megvan, miért a többi. Gyorsan megjelenem, ezt mindenképp meg akarom itt csinálni. Ezt a kettőt akkor felszabadítjuk. Aha, itt van. Jó, de jó messze, szóval nem baj. 100%-ig lootolva. Gyakorlatilag a V8-ot már megkapom, hogyha megcsinálom ugye a főküldetést, de ez most nekem nem tudom valahogy pontosabb, érdekesebb. Megyünk torony iránt. Egyébként sokszor nem muszáj, hogy nem érdemes menni az utakon, hanem torony iránt így elmegyünk. A speed démonunk már... Az mi az a füstpamacs ott az égen? Figyeld! Ja, valami... Nagyon füst volt, el is szállt, jó. Viszont ha az úton megyünk, akkor gyorsabbak vagyunk, nem? Nem egyszerű az élet. Egyébként ezt lehet volna érdemes leghamarabb megcsinálni. Ezt a fejlesztést, mert akkor ezután... Vagy ugye ezen a területen már nem nagyon futkozok. De hogyha legelőször ezt megcsinálom, akkor a járművekből ki tudták volna ezek nyerni folyamatosan cuccot, és akkor az rengeteg scrap lett volna. Hát ja, ilyen kényelmi szempontból jó lett volna. Nem kell volna nekem scrapet gyűjtögetnem nem mindig. Az igen. Meg se sebesültem, hallod? Jaj, elnézést! Gyerekek, fazek. Leszállt a fejetek, mi? Vajatok. De nagyon messze vannak egymástól ezek a dolgok. Egyébként rengeteg loot hely van még, amit ugye kisebb lootoltam. Valószínűleg nem is fogom, mert azért minden egy loot helyet kipucolni. Ez megint nem lenne egy egyszerű dolog. Hát ilyen több száz van. Gyakorlatilag. Elég volt ugye az összes kempet, meg minden... Á, itt van egy, jó.
Nincsenek is ezek? Azt nézem. Ez engem valami föld alatti cucc lesz. Gondoltam, figyelj, ott van. De olyan nincsen, hogy nincs ellenség. Scrapnek kell, mert megszert is kéne fejleszteni. Mi az generátor? Jó, kettő megvan. Jöhet a harmadik, az meg ott van valahol. Nagyszerű. Megyek is kiállom, nem tökörök. Ugye most nem azért megyünk, kettő scrapet még összegyűjtsek, azért leverjek három embert. Úgycsoda fényhatások. Be van az olajba a vérdől. Hú, de nem fut itt. Na ki az útra, aztán gyorsan. Menjünk. Az jó. Azt hiszem a legjobb nitróm van. Csak egy csomó minden nem a legjobb, úgyhogy ez kicsit bajos. Na és akkor utána már csak egy. És kettő alkatrész kell összezenni egy dologhoz, ugye a Water Storage-hez, a víztárolóhoz, és akkor fullos lesz a bázis. Kíváncsi vagyok, hogy akkor mennyi ember lesz meg, hogy mit, esetleg valami bónuszt kapok-e, vagy akármit, hogy kimaxoltam. Csak nincs olyan messze. De ezt mondja egyébként ezeket a forgószeleket a csávó, ami az előbb föltő vágott. De csapott a földre, vidd a szart. Leütött mind a büdös szart, mi? Gyerünk. Hát itt van, jó. Meggyüttünk, szevasztok. Hogyha nem találom meg. Ki se vagy, mocsok? Kitöröm a nyakadat, csagy. Ó, úgyni. Az, hogy pörült egyet a levegőbe. Na nézzük, hol a cucc. Ezt mehetünk is vissza. Vissza tudok ugratni, úgyhogy nem ez vele van. Hoppá, itt van. Oké, gyerekek, nagyon jó. Ez is megvan, és akkor mehetünk vissza, azt meg tudom azt csinálni, hogy van ilyen fast travel lehetőség. Csak egybe beugratunk és megcsináljuk, és akkor megjelöljük az utolsót, a Water Storage-ot, és kimaxoltuk a bázist. Aztán nézzetek mennyi ember van, kicsit tudok járni lassan. Megyünk fel. Nagyszerű. Itt, fú, nagyon durva. Tüzelnek, gyújtogatnak, mindenit lazulnak, mit csinál? Pogózik a gyerek. Valamit van, hogy töcsköl. Sütnek, főznek, minden szuper. Na, ezt is megcsináljuk, kíváncsi vagyok, megint növekszik a lélek szám, meg minden. Na, mi történt? Oké. Nem, most nem növekedett, szerintem. Viszont az utolsót megcsinálom, már csak ez van. Megjelöltetem, hol vannak. Van? Nincs itt messze, jó, de jó. És a másik az hol van? Hol van, jó fönt, nem baj. Menjünk gyerekek, csináljuk. Még a fullos a bázis. Indulás. Megpróbálok gyorsan menni, mondjuk ez nem, nincs messze. Következőt meg megpróbálom, nincsen valami fast travel pont a környéken, ezt akkor odaugratni. Ez meg jó messze volt. Ennek a robot kilesett. Ez a haver.
Szervusz. Látok, elvileg már működik az a crew, amelyik összeszedi majd a roncsokból a scrapemet. Úgyhogy autókat törve érdemes. Ennyi gyerekek. Ezután nem kell fölszeregetnem, hanem gyakorlatilag megkapom abban a pillanatban, amint összetörtem a Verdát. Úgyhogy ez baromi jó. Kíváncsi vagyok, hogy ez mindenre igaz-e. Ilyenre, amit összetörök. Na csak az a baj, itt nincsen már olyan torony, tudod melyikre gondolok. Azok a... Nem is tudom, mi volt a neve? Scare Town vagy valami ilyesmi. Stare Town. Ott majd. Na milyen köcsögő? Egy kicsit egyszerűbb volt. Olyan nem érdekel, ezt a scrapet összeszedem, hol van az ide? Hol van cucc? Hol raktátok gyerekek? Hol a cucc? És külön látom, hol van? Fönt? Elrúgtátok, buzik? Jó. Nagyon szupi. Na, hol a következő? Az a baj, az ott fönn van, de tudok fast travelelni ide. Ki kell használni a gyerekek? Most már itt pörögtek az események. Franco. Bejelöljük. Most indulás. A négy palac mikor van? Gyerekek, várj, ja? Hadd jöjjön a scrap. És az összes camp adott 360-an, nagyon tudti. Ú, gyerekek, el kéne osztanom a pontomat, ha itt már itt van, nem? Gyunk, nem? Hogy gyerekek, de ezt elosztom. Hol kell felmenni? Ó, be lehet jutni, csak onnan volna. Itt. Gyorsan osztjuk, mert ilyen ponton már van egy raklappa. Hon vagy haver? Szerintem most már maxra tudok húzni szinte mindent. Na gyerek, haver. Jó, nem beszélgetek. Van 23 pontom, hallod? Jó, akkor... ez kell? Az annyira nem érdekel. Ez mi volt? Jöhet ez is. Még mindig 8. Fury-re rakjunk. Lőszerre. Jó, ennyi elég. Ezt szerintem így tök jó. Na most a max HP-m az keményen növekedett. Hát már milyen hosszú csig van, figyel. Nagyon tudi. Király. Ezt érdemes volt megint. Ott vannak a road killek, jöhetnének. Talán észrevesznek. Ah, észrevettek, jó volt. Hé, hol a Verda? Menjünk! Az utolsó fejlesztés, utolsó cucca. Igazán unlockolhatna valami nagyobb dolgot. Mert ezt így megcsináltam, nem? Mert ilyet, meg szétcsapok. Ebből nem jön. Jó.
Akkor csak az ellenséges járművekből. De ezt meg kéne csinálni Pinkájon is. Mert azt még nagyon, nagyon sok van ott, sok ellenségem. De ott sokat fogunk időzni. Gyerekek. Ez olyan, mint az új Camblock videó, amikor van az a downhill. Vagy uphillezik? Uphillezik. Abba látszik a két turbó. Hoppá, itt kell volna megállni, jól. Mit csinál, mire figyeljek? Valahol itt vannak köcsögök. Szerintem. Meg itt szerintem föld alatti. Utálom az olyanokat. Jók. Jók vagyok. Ez valami föld alatti dolog lesz. Biztos vagyok benne. Na, vagy mégse. Most talán olyan könnyű ezért scrapet szerezni, annak örülök. Ja, valahol itt kéne lenni annak a ládának, de nem itt van, szerintem föld alatt lesz. Tuti gyerekek, tuti föld alatt lesz. Na, hol lehet lejutni? Valahol kell lennie egy lejáratnak. Ott egy csávó, figyelj el. Ez mi? Segítettem a szenvedésein. Á, nem, itt van. Jó, ez is megvan. Mehetünk vissza. És megcsináljuk az utolsó fejlesztést. Jó, kíváncsi vagyok. Meg még azt kéne fejleszteni ott alul, azt van egy ilyen tároló. Csak hát azt nem tudom, hogy az hogy működik, de mindegy, azt is felfejlesztem, akkor legyen fullos. Azt írta valaki, hogy abból vissza tudok kapni scrapet, ha felfejlesztem maxra. Ami 1500-at kell belerakni, és ez 2000-et ki tudok venni? Valami ilyesmit mondtak. Nos, kacok. Mi fog történni? Még nő akkor ez az egész? Nem úgy tűnik. De. Ilyenkor mindig van egy ilyen animáció. Hogy múlik az idő, és akkor még fejlettebb lesz. Annyi, hogy fejlesztve megint. És hogyha bejövök ide, akkor föltöltődik maxra a piám is most már. Ja, így néz ki az egész ilyen barub. Várjatok, meg kell csinálni ezt is. Mennyi scrap kell neki? Az 1000, hát egy fene. Kíváncsi vagyok. Nagyon érdekel most ez már. Még kell bele, ne szórakozz. Nem. De az 1500-at kell még beoldani, hallod? De most ez mi a jó? Ezt nem értem, hogy ez miért jó. Mire kell még 1500-at? És lehet, hogy oda még többet. Itt a fiú. Ma 334-em. Hát lehet, hogy meg fogom csinálni, de itt már annyi ember van. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik akkor, hogyha ezt fölmaxolom. Valaki írja már meg, nehogy fölöslegesen dolgozzak rajta. Na, oké. Akkor ugye az a feladatunk, hogy elmegyünk. Hol van az izé? Hol kell nyerni? Ott kell nyerni. Várjál. Átteleportálok oda, és akkor onnan folytatjuk, onnan mégis közelebb van, és akkor megcsináljuk azt a küldetést, és akkor talán a V8-asokat be tudom szerezni. Mondjuk most nagyon sok izét el Chester Scrap-et. Ugye itt is ezeket fel kéne fejleszteni minden együtt, ott is van, és akkor itt is gyűjtenék a scrap-et, meg minden történne. Na, de elbúcsúzom, köszi szépen a figyelmet, következő részbe várlak benneteket, csumi csöö!